Szia, kismama! Amikor filmekben a szülést ábrázolják, a szülésről van szó, akkor az egy olyan tipikus jelenet, hogy körbeállják a szülőnőt, és aztán a szülésznő, az orvos, meg a férj, ugye együtt mondják, hogy na most kell nyomni, mit is kell csinálni, mikor kell levegőt venni. Na most erre tényleg szükség van, tehát tényleg kell, hogy valaki irányítsa a kitolási szakaszt, mert enélkül nem tudnának megszületni a kisbabák, vagy enélkül nehezebb lenne a szülés. Na hát ebben a videóban pontosan erről lesz szó, tehát a kitolási szakaszról, úgyhogy maradj velem. De először bemutatkozok, Rácz Kata vagyok, dúla, szülésfelkészítő, édesanya, és a Tiéd a szülés felkészítő program megálmodója. A honlapomon, ami a www.tiédaszülés.hu oldal, jelentkezz be az ingyenes mini szülésfelkészítő órámra, mert ezen a mini szülésfelkészítő órán rögtön 4 tippet adok neked, amivel a szülésedet könnyebbé, egészségesebbé és boldogabbá teheted. Tehát a honlapom még egyszer a www.tiédaszülés.hu oldal. Na, de beszéljünk a mi témánkról, tehát a kitolási szakasz. Na, mi is ez a kitolási szakasz? Hát, megtörtént a teljes tágulás, a méhnyak teljesen eltűnt, és a baba elindul kifelé a méhből a szülő csatornán keresztül. Tehát ez kvázi a szülés. És természetesen ez alatt a folyamat alatt közben ereszkedik a medencében, hogy szépen átgördül a medencén. Na, mi segíti ezt a folyamatot? Hát 3 dolog. Az egyik az a méh összehúzódás. Ugyanis a méh összehúzódások a kitolási szakaszban ezek tipikusan sokkal erősebbek, általában ritkábbak, ugyanis a méh az ilyenkor úgy viselkedik, mint egy ilyen nagy, erős pumpa. Tehát a vajutás alatt a méh átstruktúrálódott, a méhnek a fundusa, a felső része az úgy megvastagodott, alul pedig egy kicsit elvékonyodott, tehát a méhszáj az teljesen el is tűnt, és ez a vastag pumpa ez úgy teljes erővel nyomja lefelé és préseli a kisbabát. Függetlenül attól, hogy akarod vagy nem akarod. Tehát ez nem egy akaratlagos tevékenység. Na mi a második dolog, ami segíti a kitolási szakaszt, és ami segíti a babának a megszületését? Hát ez a gravitáció. Tehát, hogyha valaki félig függőleges helyzetben, vagy például ülve, vagy akár térdelve, guggolva, de akár 4 kézláb, vagy úgy valaminek neki támaszkodva szül, akkor a gravitáció az segít. Tehát, hogyha belegondolsz, a kisbaba ez olyan 3 kiló körüli valami, hát a gravitáció az úgy rendesen húzza lefelé. Na most, ha a hátadon fekszel, akkor ez a gravitáció nem segít. Tehát akkor ez egyáltalán nem segít, meg nem csak, hogy nem segít, hanem még ráadásul ellene dolgozol, ugyanis a hüvely az inkább egy kicsit felfelé mutat. Na most erről a témáról bővebben ebben a videóban találsz információt, úgyhogy ha érdekel, akkor nézd meg ezt is. De nézzük meg, hogy mi a harmadik dolog. Hát a harmadik dolog, ami segíti a kitolási szakaszt, az az izommunka. Méghozzá az akaratlagos izommunka. Na most ez a kitolás, tehát az akaratlagos izommunka, ez akkor a leghatékonyabb, hogyha együtt működsz a testeddel, és hogyha együtt működsz az összehúzódásokkal, és akkor nyomsz, amikor érzed, hogy erre olyan kényszer van. Na most milyen kényszerről beszélek itt? Hát sokszor összekeverik anyukák egy kicsit a kakilásnak az érzésével. Tehát a vajudásnak a vége felé, ahol ereszkedik a baba a medencében, már valószínűleg úgy az összehúzódásoknál érzed valamennyire egy kicsit olyasmi érzés, mintha kellene kakilni, de ez még nem az. Viszont ahogy a baba ereszkedik egyre jobban, egy idő után ez a kényszer, ez ilyen ellenállhatatlan lesz. Na ez az a kényszer, tehát ez az a kényszer, amire úgy rá kell dolgozni izommal. Na most a kitolási szakaszt most egy ilyen nagyon profán dologhoz fogom hasonlítani. Tehát bocsáss meg nekem előre is, de egy picit vonatkoztasd el, ugyanis most a kitolási szakaszt azt a kakiláshoz fogom hasonlítani. Na gondolj bele egy kicsit, hogy hát hogyan kakilunk. Hát általában úgy kakilunk, hogy azt érezzük, hogy hát na kell kakilni, és akkor elmegyünk a WC-re, nyomunk, aztán lesz egy eredmény. Na most gondolj bele, biztos volt már neked is olyan, hogy mondjuk utaznod kellett, vagy valahova menned kellett, és azon stresszelt, hogy jaj, csak nehogy ott kelljen, inkább most megpróbálom, mielőtt elindulunk. És akkor az ember leül a WC-re, igaz, nem kell kakilnia, de nyom, erőlködik, akár még egy aranyeret is beszerezhet közben, de azért valószínűleg sikerülni fog, tehát valószínűleg így is ki tudunk valamit préselni magunkból.
Na ez volt az egyik extrém dolog. De mi van akkor, egy másik extrém dolog, hogyha mondjuk nagyon kell kakilnod, de nem tudsz elmenni a WC-re. Tehát borzasztóan kell, nem tudsz elmenni. Aztán a végén, na végre sikerült, végre eljutsz a WC-re, leülsz, platty. Nem is kellett nyomnod. Tehát úgy magától mindenki jött. Na most egy picit a szülés is ilyen. Tehát van olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy na teljes tágulás van, és kérem szépen itt nyomni kell. Tehát nyomni kell, pedig nem érzel semmiféle kényszert. Tehát ez egy kicsit olyan, mint az erőltetett kakilás. Tehát fogsz tudni nyomni, fog ez menni, ki fog jönni a kisbaba, csak éppen ez nehezebb lesz. És valószínűleg hosszabb lesz, és hát lehet, hogy még fájdalmasabb is lesz. Na most mi a másik extrém dolog? Hát a másik extrém dolog az az, amikor nincs semmi izommunka, hanem csak a méh és a gravitáció dolgozik. Na tipikusan ez jellemző például a hipnoszülésre. Tehát a hipnoszülésnél ott olyan mély relaxációban vannak az anyák, hogy csak simán az orrukon keresztül lélegeznek így nyugodtan, és nincsen aktív izommunka. Most bevallom őszintén, nekem ez az egy, ami a hipnoszülésben nem tetszik, és ezt én nem is tanítom, ugyanis valóban lehet így szülni, de ez borzasztó nagy önfegyelem szükséges. Tehát lehet így, de ez nagyon nehéz, erre iszonyatosan sokat kell gyakorolni. Na most egy picit ugyanez a szélsőséges helyzet az is, amikor úgy születnek kisbabák, hogy hát a szülők, hogy hát az édesanya kómában van. Hát ezek ilyen szomorú, nagyon szomorú szülések, de előfordul ez. Tehát ilyet feljegyeztek a történelembe, hogy úgy megszülettek a kisbabák, hogy szinte észre se vették, és egészen biztos, hogy az az édesanya nem tudott aktív izommunkával rásegíteni a kitolásra. Na most természetesen az ideális az az, ugyanúgy, mint amikor normálisan elmegyünk WC-re, hogy a szülésnél is akkor nyomni, tehát amikor érezzük ezt a kényszert. Na most ez a kényszer, tehát még egyszer mondom, ez nem az, amikor olyan, hát olyan, mintha úgy kakilni kéne. Az a kényszer, ez az, amikor nagyon-nagyon kell nyomni, tehát amikor egyértelműen jól esne, és egyértelműen jelzi a testet, hogy na most itt izommunkával kell rásegíteni. Jogos kérdés, hogy mi a helyzet a kitolással egy epidurális érzéstelenítéses szülésnél? Ugyanis valószínűleg egy epidurálissal úgy az anya, hát valószínűleg nem annyira érzi a történéseket, hogy mi is történik. Na most egy klasszikus kórházi epidurálisos szülésnél, hát ilyenkor az van, hogy kérem szépen itt teljes tágulás van, hát akkor tessék szépen nyomni, és majd a szülésznő meg az orvos szépen mondja, hogy mikor. És az egész kitolás így zajlik. És hát ennek az az eredménye, hogy sokszor a kitolás az nem hatékony, sokszor lassú, és bizony ez az egyik oka annak, hogy epidurálisos szülésnél sokkal gyakoribb a vákumos szülésbefejezés, tehát amikor rá kell segíteni a kitolásra valamilyen eszközzel. Úgyhogy ennél sokkal jobb megoldás egy epidurálisos szülésnél is várni. Tehát, hogyha jól van az anyuka, hogyha jól van a baba, akkor csak szépen hagyni nyugodtan a méhet dolgozni, hogy az hadd dolgozzon, hogy szépen magába az anyuka úgyse érzi a fájdalmat, és majd akkor aktívan nyomni, hát amikor a baba fejecskéje már majd, hogy nem domborítja a gátat. Tehát ilyenkor sokkal rövidebb ez az aktív kitolási szakasz, néhány perc alatt megszületnek a babák, és tipikusan az édesanyák is jobban érzik magukat, és emiatt főleg a legnagyobb erény, hogy az ilyen kitolásnál sokkal kevesebb eszközös szülésbefejezésre van szükség. Na most Nyugat-Európában, már modernebb kórházakban már így csinálják epidurális érzéstelenítéses szüléseknél is a kitolást, méghozzá azért csinálják így, mert egészen egyszerűen ez sokkal jobb mindenkinek. És hát általában ennek az égvilágon semmi akadálya nincs, hogy miért nem lehetne teljes tágulásnál szépen várni, akár órákon keresztül is, ha mindenki jól van. Na, egy másik fontos téma így a kitolás kapcsán a légzés. Hát kórházban ezt is szeretik úgy diktálni, és szeretik megmondani, hogy hát mikor vegyél levegőt, meddig tartsd benn, és hogy amikor bent tartod át, akkor aztán nyomjál teljes erővel. Magyarországon az a tipikus, hogy azt mondják, hogy na egy összehúzódás alatt kétszer vegyen az ember levegőt, és úgy közben tartsa bent. Na mi ennek a hatása, amikor valaki bent tartja a levegőt, és akkor nyom? Hát, hogyha visszatartod a levegőt, akkor néhány másodperc múlva mi fog történni? Hát a fejed az úgy elkezd szépen lilulni.
Miért kezd el ez lilulni? Hát azért, mert bizony fogy az a bizonyos oxigén. És hát ez az oxigén, ez nem csak neked fogy, hanem fogy a babádnak is. Tehát ez már csak ezért sem jó. Ráadásul ebből a visszatartott levegővétellel, hát ebből sokkal hamarabb kifárad az ember. Tehát ez sokkal fárasztóbb. És ráadásul avval, hogy ilyen időszakos oxigén hiányt okozol, azért, mert egészen egyszerűen nem veszel levegőt, hát ezzel a babának egyáltalán nem teszünk jót. Ugyanis az a normális, a kitolási szakaszban teljesen normális, hogy az összehúzódás alatt kevesebb oxigéndús vér jut a kisbabához, és hát ezért vannak nagyobb szünetek az összehúzódások között, hogy úgy szépen, úgy a kisbaba fel tudjon telítődni, de az normális, hogy az összehúzódás alatt akkor egy kicsit kevesebb oxigénhez jut, de hogyha ezt még megtetőzöd avval, hogy még vissza is tartod sokáig a lélegzetedet, hát akkor pláne kevesebb oxigénhez jut. És akkor ilyenkor jön általában, tipikusan kitolásnál, ilyenkor jön a kapkodás, hogy na nyomjál, akkor is nyomj, ha nincs összehúzódás, mert hogy ennek a babának nagyon gyorsan meg kell születnie, mert nem érzi jól magát. Hát persze, hogy nem érzi jól magát. Úgyhogy a légzéssel kapcsolatban is azt mondom, hogy hát sokkal jobb és sokkal célravezetőbb, hogyha hallgatsz a testedre, hogyha hallgatsz a saját ösztöneidre, és hogyha nem tartod vissza a lélegzetedet, vagy hogyha éppen úgy esik jól, hogy visszatartod, akkor is csak addig tartsd vissza, amíg ez neked oké, amíg neked jól esik, de ne más mondja meg. Ugyanis, hogyha magunktól is, hogyha esetleg valaki úgy nyom, hogy visszatartja a lélegzetét, hát akkor legfeljebb ezt 4-5 másodpercig teszi, és utána szépen levegőt vesz. Viszont ennél a visszatartásos módszernél sokkal, de sokkal jobb, hogyha folyamatosan lélegzel. Hogyha folyamatosan lélegzel, és a kifújásra nyomsz, tehát amikor fújod ki a levegőt. Na most a levegőt kifújni, az lehet úgy is, hogy így felfújod az arcodat, és így teljes erővel fújod ki, hogy... Na, hát ez nem lesz egy túl hatékony dolog. Tehát ez egyáltalán nem hatékony, hanem próbálj arra figyelni, hogy amikor kifújod a levegőt, akkor ilyen laza torokkal fújd ki. Honnan tudod, hogy laza a torkod? Hát akkor, hogyha valami hangot adsz ki. Tehát, hogyha nyögsz, hogyha ilyen mély torok hangot adsz ki, ilyen tehénbőgésszerű hangot, hát akkor egészen biztos, hogy laza a torkod, és ráadásul nem csak a torkod laza, hanem ezzel egyúttal ellazítod a medencefenék izmokat is. És hogyha ezek az izmok, a medencefenék izmok el vannak lazulva, akkor sokkal kisebb az esélye a repedésnek is, a gátsérülésnek is. Na most itt próbálom megmutatni, és próbáld utánam csinálni, és próbáld ne elnevetni magad. Hát először lehet, hogy azt fog, de azért próbáld párszor megcsinálni. Na most először bemutatom azt, amikor, tehát orron keresztül szívod be a levegőt, és utána szájon keresztül fújod ki, és közben valamilyen hangot adsz. Tehát ez lehet valami ilyesmi, hogy... az, hogy valami hangot. Na, lehet, hogy most elnevetted magad, de én azt mondom, hogy próbáld meg párszor. Na most lehet az orron keresztül is úgy kilélegezni, hogy az ember közben hangot ad. Tehát ez is egy opció lehet. Egyébként a jógában ezt a bemelegítő, vagy ilyen melegítő légzésnek hívják. Na hát ezt is bemutatom, és ezt is érdemes megpróbálni. Tehát orron be, és orron ki, és közben ilyen morgó hangot fogok most kiadni. Tehát na, hát ezt is érdemes megpróbálni. Na most, ha egy próbáltál velem együtt ilyen hangokat kiadni, ilyen nyögéseket a kifújásnál, akkor mit éreztél? Hát valószínűleg azt érezted, hogy aktiváltad a hasizmodat. És nem csak a hasizmodat, de a rekeszizmodat is. És hát ezen van a hangsúly. Na most ezzel szemben próbáld meg azt, hogy nyomsz egy kicsit, úgy, hogy visszatartod a lélegzetet. Tehát megint még egyszer bemutatom, hogy mire gondolok. Tehát levegőt veszel, visszatartod, és közben próbáld aktiválni a hasizmodat. Na most próbáld megint meg a hangos dolgot.
És hát azt érezheted, hogy akarod, nem akarod, de bizony aktiválod ezzel a rekeszizmodat. És a rekeszizommal rá segítesz a méhnek a munkájára. Egy kicsit úgy képzeld el a testedet, mint egy ilyen fogkrémes tubust, amit úgy felülről nyomnak. Tehát a fogkrémes tubust úgy szoktuk nyomni, legfeljebb a gyerekeim szokták így, hogy így középen megfogják, aztán hadd szóljon. Tehát azt úgy felülről lefelé nyomjuk, és egy kicsit gondolj a testedre, hogy az is egy ilyen fogkrémes tubus, és most ki kell nyomnod lefelé a fog. Tehát még egyszer, hogyha visszatartod a levegőt, akkor ezt a rekeszizmot nem aktiválod, hanem csak a hasizmokat. És sokkal hatékonyabb, hogyha a rekeszizmoddal is rásegítesz. Úgyhogy én azt mondom neked, hogy hát vonulj el egy kicsit, valószínűleg kismamaként, sajnos a legtöbb kismama elég sok időt tölt el a WC-ben a kakilással, úgyhogy próbáld meg legközelebb kakilás közben, és próbáld meg, hogy egy kicsit hangot adsz ki, próbáld a szádon keresztül, próbáld az orrodon keresztül, hogy hogy esik ez neked jól. És próbáld ezt egy picit begyakorolni. És hogyha azt szeretnéd, hogy ne diktálják neked a szülésednél az ütemet, és hogy ne diktálják neked a kinyomást, meg a lélegzetvételt, akkor ezt is feltétlenül jelezd a szülési tervedben. Tehát ez nagyon fontos előre tisztázni és előre jelezni, és a szülési tervvel kapcsolatban pedig ebben a videóban találsz egy kis extra információt. És természetesen ne felejtsd el, hogy jelentkezz a mini szülés felkészítő órámra, tehát ezt a www.tiédaszülés.hu oldalon találod meg. Ez körülbelül 40 percig tart, és ezen az ingyenes mini szülés felkészítő órán ezen rögtön 4 tippet adok neked, amivel a szülésedet könnyebbé, boldogabbá, sőt egészségesebbé teheted. Szia!